És hogy? Húzd le egy kicsit a pólódat. Hogy ez a vágott kolbász, ez háromfajta húsból készül, marhából, vadból és sertésből, egy-egy-egy arányba. Azért van benne a vad, hogy egy picit hamarabb beinduljon a szárodás. A füstölés meg intenzív. Még egy kicsit után füstölöm. Után gőzölöd. Után gőzölöd. Füstölni ott tudsz. Füstölni ott tudom? Aha. A Brooklyn feelingben. Lesz valami folytatás? Hát majd viszünk különböző dolgokat. Na itt telnek a mi hétköznapjaink, látod? Télen, nyáron? Igen. Mi a titok? A titok mindig az, hogy jó alapanyag legyen benne, ne sajnáljuk ki belőle. Meggolyozzuk a kolbászt. És a makói stílusban úgy, és úgy, fele. Láttad, hogy lendületet? Lendíts meg! Azaz! Tényleg, és hallani ezt a kicsapódó levegőt, az a kolbász gőz. Igen. Ugye a disznóvágásoknál azért nem készülhet ilyen hurka és kolbász, vagy nem, inkább azt mondom, hurka és disznósajt és a többi, mert ugye egy disznóból a házi vágásnál mindent szeretnének. Szeretnének azt, hogy legyen nyers hús eltéve. Szeretnék azt, hogy legyen pecsege. Szeretnék azt, hogy legyen sonka, legyen szalonna, legyen jó hurka, legyen jó mája, tehát mindent akarnak. És egy disznóból nem lehet ennyi mindent meg. Tehát ugye mi úgy szoktuk, hogy négy disznót vágunk egyszer általában, és én viszont a hurkához viszek hozzá, tehát a hurkához viszek vért, például a véres hurkához. Lehet kapni ezt a sajtolt vért egyébként, amit hozzá tudunk rakni, és ezzel tudom dúsítani. A májas hurkához viszont viszek májat. Kigolyózom, aztán már csak belekap. Ilyen két variációba dolgozzunk, ugye én a Békés megye és a Schwab dolgoknak a keverékét használom. Békés megyében nőttem föl, Pakson laktunk sokáig, és ennek a kettőnek a stílusát keverem. Békés megyében a májas hurka az igazándiból csak tüdős, és a májas hurka az a kenőmájas. Ennyi. Én viszont van benne bőven máj. Tehát ez a része, és be kell tartani az arányokat. Tehát ma már, ugye, és hát nem szívesen mondom, de mégiscsak a Molnár tanár úrnak a noszogatására, ugye nagyon lementem a sóval. Forralt boromról szállják. Így van. Tehát 100 kiló hurkánál én már 1 kiló sót használok csak. És ja, működik a dolog. Azelőtt 2 kilóval csináltam. A izenál a kolba... Így van, pontosan így van. Nagyon jó. Nagyon jó a Béla Tibi, aki nálad jobb, az festi magát. Azelőtt pedig a kolbásznál pedig úgy vagyunk, hogy a kolbásznál 1-6-tal dolgozunk, a szaláminál 1-8-tal. Ez régen 2-4-2-6 volt. És nyersvér? Nyersvért azt csak a vágáskor tudunk használni. És azt lehet egyébként fogyasztani? Mert én most Vietnamban voltam disznóvágáson, és eszik a nyersvért. Fogyasztani, hogy a fenében lehet. Jó, ugye nyersvért nem nyersvért, azt nem szoktuk, azt abbáljuk. Nem, én nem próbáltam sohasem, nem. De van aki ezt megissza, hát semmi probléma. Láttam olyan bőrléreket egyébként, főleg akik Marhavágóhídon dolgoztak, hogy itták a meleget. Eszméletlen kondíciót ad egyébként, úgyhogy fantasztikus. Na mi itt a lényeg? Kérem tisztelettel, a sütő, kolbász az arányok szerint bekeverve, kis tárcsa, nagy tárcsa, minden boldogság. De mik az arányok és mi a kis tárcsa, nagy tárcsa? Hát ezt, szigorúan titkos? Nem titkos, de fejben nem fogom tudni elmondani, mert kicsit összetett. De legalább a sónak az aránya, ugye? Az egy elég... Igen, az elég jelentős tényező. 1-8 egyetemike. Akkor már milyen szügyünk van. Egyébként úgy van, hogy 80 deka színhús, nem mondjuk 8 kiló színhús, akkor a 10 kilóba gondolkodva, és 20 deka a zsír. Kicsit nehezített a műfaj, mert rövidek a belek, de nem baj, megoldjátok. Mi a kedvenced, hogyha egy ilyen... Én nekem a kedvencem, nekem a hurkás kolbászos cuccból nekem a kedvencem, és én ma már otthon reggeliztem, nem itt. Úgyhogy májas hurka és a frissen a füstről levett kolbász, azt sütöm a májas hurkával. És én azt szeretem, és hiába süt krumpli hozzá. Ilyen mozdulás csalább szólt begyakorolt. Igen. Vizezzük.
döntögetni miért kell? Hát, hogy ne legyen annyira levegős. És lassan engedje a gyarka, jó? Légy szíves. Várjál! Nos, jöjjtsz! Itt ki légy szíves a helyütő kamerába, jó? Na hát így áll össze egy szám. Most meg egy szerencsés szél volt. Ez csak szerénykedésből mondom, nyilván mind legalább ilyen jól sikerül. Így van, így. Param! Param! Kovász! Dombpergést tudsz valamilyen eszközzel? Alá teszed, úgy sütöd, vagy... Mellé. Tehát elkezdem a hurkát sütni, és egy negyed óra múlva berakom hozzá a lángolt. Időzően például mondjuk ez egy lángolt kolbász, de nem lángolt kolbász, hanem egy füstölt kolbász, de a lángolt kolbászhoz hasonlít a legjobban. És egy szezonban azt mondtad, hogy négy, vagy nem, egyszerre négy disznó, igen. Egy szezonban kb. Hány disznóból dolgoztok? Négyszer vágom. 16 disznóban volt. Ennyi a... elég a két bogbisztrónak a ellátása. Szeretem, hogy? Lányok, hogy szeretném, hogy jól van. Az is, az nagyon szeretném. Ácsi! Vivi, nagyon jó vagyunk most. Tényleg bele, hogy itt állsz, hogy ez ilyen jó könyv. Kaptam végre éles kést, ezzel már egy kicsit jobban fog menni a dolog. Ah. Nem, hibátlan. Jó étvágyat kívánok!